Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Ingyenes, szórakoztató és tartalmas felügyelet, júliusban indulnak az Erzsébet táborok Szekszárdon. Veszélyes lehet a nyári pihenés, fontos megfogadni néhány tanácsot a rendőrség szerint. Hangverseny Gunarason, a Kaposkórus a Szent Gergely kápolnában adott koncertet. Keltkalács Fesztivál, minden a hagyományos sváb ételről szólt Tolnamozson. Szórakoztató, tartalmas és nem mellesleg teljesen ingyenes. Szekszárdon júliusban indulnak az Erzsébet táborok. Idén is sokan jelentkeztek az egyhetes napközikbe a Tolnai Vármegye székhelyen. Vége az iskolának, elkezdődött a vakáció. A legnagyobb fejtörést ilyenkor az okozza a szülőknek, hogy a gyerekek biztonságban, tartalmasan és felügyelet mellett tudják eltölteni a nyarat. Szekszárdon erre több lehetőség is van. Többek között a Humán Szolgáltató Központ sikeresen pályázott az Erzsébet táborok megszervezésére. A szervezet 4 hetet biztosít a helyi és környékbeli összesen 120 fiatalnak. A nyári napközis táborainkban nagy hangsúlyt vettetünk a közösségfejlesztésre, a szabadidő hasznos eltöltésére, a gyerekek erősítsék a kapcsolatukat, találják meg minél jobban a helyüket, és ismerjék meg a környezetüket, tehát igazándiból a kirándulásokat azt itt helyben tervezzük, mint például Szálka, Báta, akkor itt Szekszáron a Kápolna tér, illetve a Mészőtanya, illetve lesz egy kirándulás Óbányára. Július 1-e és augusztus 20-a között az önkormányzat is szervez ingyenes Erzsébet táborokat. Idén is rengetegen jelentkeztek a térítésmentes napközibe. A tartalmas szakmai programok között szerepel a hagyományok ápolása, a sport és egészségmegőrzés, illetve a kézműveskedés és több kirándulás is. Örülünk annak, hogy a hagyományoknak megfelelően ez az idei évben is összejött. Köszönjük szépen a Babits Mihály Művelődési Háznak a pályázatot, nyert a pályázat, és a másik része a dolognak, hogy az önkormányzat is beszállt ebbe a dologba, úgyhogy akik nem Erzsébet táborosok, őnekik is kedvezményes étkezést fognak biztosítani, és bízunk benne, hogy nagyon sok örömbe, tapasztalatta, gazdagodva indulnak neki majd a következő évnek. Idén 4 intézmény, a Babits, a DNS és a Garai, illetve a Baka István Általános Iskola ad helyszínt a változatos programoknak. Elindulhat a közvilágítás korszerűsítése Tolnán, miután a helyi képviselők kiválasztották a kivitelezőt. Az új rendszer havi bérleti díja nettó 1,3, az üzemeltetési díj pedig 192 ezer forint lesz. A szerződés határozatlan időre szól, de legalább 15 évig. A kivitelezés, azaz a lámpatestek cseréje, a munkaterület átadásától számítva 2 hónapot vesz igénybe. Az új közvilágítási rendszer várhatóan ez év őszétől működik majd. A korszerű lámpatestekkel az előzetes számítások szerint az eddigiekhez képest több mint 50%-os megtakarítást érnek majd el. Fényes nappal vertek meg egy feltehetően fiatalkorú fiút többen Szekszárdon. A bántalmazásról videófelvétel is készült, hogy pontosan ki csinálta egyelőre nem tudni. A képanyag felkerült a Facebookra, ahol rengetegen adtak hangot felháborodásuknak. Az ügyben a rendőrség is nyomozást indított, egyelőre garázdaság gyanújával ismeretlen tettesek ellen. A környéken élőktől úgy tudjuk, a Május 1 utcában történt az eset, és az elkövetők azóta már a rendőrség horgára akadtak. Szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy amennyiben akár személyesen, akár az interneten hasonló tartalmú videófelvételt lát, vagy ilyet tapasztal, azonnal értesítse a 112-t, vagy bármelyik rendőri egységet, hiszen a rendőrség csak a tudomására jutott esetekkel kapcsolatban tud intézkedni, és természetesen eljárni. Ebben az esetben is ez történt. Veszélyeket hordozhat magában a nyári pihenés, fesztiválozás, strandolás. A bűnözők ugyanis gyanútlan áldozatokra vadásznak ilyenkor. A rendőrség szerint érdemes ezért néhány tanácsot megfogadni. Elindult a strandszezon, nyakunkon a nyári kánikulák időszaka. Sokan indulnak el ilyenkor munka után, hétvégente vagy szabadság ideje alatt vízparti pihenésre csobbanni egyet. Ezzel tisztában vannak a bűnözők is, akik többféle módszerrel vadásznak, kifejezetten a hűsölők vagy nyaralók értéktárgyaira. Fontos, hogy az ablakokat, ajtókat,
kaput, amit csak lehet zárjanak be, és a biztonsági eszközöket is aktiválják, gondolok itt a különböző mozgásérzékelőkre és riasztókra. Posztolás a nyaralásról egy lényeges kérdés, ez is egy információval szolgálhat az esetleges bűnelkövetők irányába, hiszen az interneten nyilvánosságra hozott nyaralási kép információt ad arra is, hogy az illető nem tartózkodik az otthonába, és ezt kihasználhatják az elkövetők. Érdemes ezért a nyaraláskor készített képeket és videókat csak a hazaérkezést követően megosztani a közösségi médiában. A rendőrség egyébként Tolna vármegyében a frekventált vízparti területeken tavaly óta nyáron kerékpáros járőrszolgálatot lát el, de jelen vannak a fesztiválokon is. Ettől függetlenül az ilyen rendezvényeken sem árt óvatosnak lenni. Fontos például, hogy az italunkat soha ne tegyük le sehova, mert drogot csempészhetnek bele, de az autóban velünk utazókra is kiemelten fontos ilyenkor figyelni. Hogyha valaki autóval közlekedik, és csak rövid időre is az autóból kiszáll és bemegy akár vásárolni, tankolni, az autóban a tűző napon ne hagyjanak se gyermeket, se felnőtt személy, de még csak kis állatokat se, hszen ilyenkor ezek a járművek pillanatok alatt tudnak olyan hőmérsékletre hevülni, hogy ennek tragédia is lehet. A következménye, mint ahogy ezt az elmúlt években a médiában láthattuk is. Tolna vármegyében egyébként még a nyári időszakban is viszonylag kevés bűncselekményt követnek el az ország más területeihez képest. Árplafont vezet be a kormány az áramra három szektorban. Ennek megfelelően július 1-től nettó 200 euró megawattórában állapítják meg a kérhető díjat a feldolgozóipar, a szálláshelyszolgáltatás, valamint a raktározás szállítás esetében. Gulyás Gergely indoklása szerint olyan ágazatokról van szó, amelyek a gazdaság teljesítményére és az inflációra a legnagyobb hatással vannak, mivel ezek termelő vagy termeléshez kapcsolódó tevékenységek. A kormány cserébe azt várja, hogy a cégek növeljék a gyártási kapacitásukat, és az év hátra levő részében ne emeljék az áraikat. Idén is folytatódik a Családi Porta nevű szociális földprogram. Kedden jelent meg az erre vonatkozó 240 millió forint értékben kiírt pályázat, közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila azt mondta, a kezdeményezés alapvetően a növénytermesztés és az állattenyésztés területén, valamint a beszerzésekben tud segíteni a családoknak. Az elmúlt 12 évben 2,5 milliárd forintot fordított az állam erre a programra, kizárólag magyar költségvetési forrásból. Ez évente mintegy 4000 családnak nyújt segítséget. Nyárköszöntő hangversenyt adott a Kaposkórus Dombóvár Gunarason. A koncert helyszíne a Szent Gergely kápolna volt. A könnyű zene műfajából több átirat is elhangzott. A program egyébként a Gunaras 50 rendezvény sorozat része volt. Juhász Csilla 40 éve tagja a Kapos kórusnak, azonban ennél régebben énekel. Amikor Dombovára jött tanítani, akkor már is csatlakozott az énekkarhoz. Ez a 80-as években volt még, mondja a Kapos kórus énekese. Nagyon változó a kórus összetétele, de most már évtizede nagyjából van egy ilyen alaptagság. Szeretjük egymást emberileg is, úgyhogy nagyon különbözünk. Tényleg nehéz egy ilyen heterogén csoportban lenni, ugyanakkor az, hogy mindannyian énekelni szeretünk, az azért mégis egy ilyen közös pont, és akkor egyébként is elfogadjuk egymást emberileg. A Kaposkórus 2022-ben ünnepelte fél évszázados jubileumát, amelyet egy nagyszabású koncerttel, vendégkórusokkal és fellépők közreműködésével tartottak meg, mondta Markovics Gábor, a Kaposkórus karnagya és művészeti vezetője. Repertoárjuk színes, az egyetemi kórus kultúra a magyar 20. századi kortárs műveken át szinte mindent énekelt a kórus az elmúlt 50 év alatt. A mai koncertükre, hogy átkapcsoljak, egy picit egy ilyen best of összeállítást hallhatunk ma, amelyben a cappella művek és megtalálható kíséretes művek is, zongora, illetve nagyon finom pici ütős kíséret is van. Tehát ütőhangszereket is hallunk ma, amivel színesítjük a műsort. A nyárköszöntő hangverseny Dombóvár Gunarason a Szent Gergely kápolnában rendezték meg. My love, my love, my love.
Már gőzerővel készülnek a szekszárdi Vosinszky-Mór Múzeum munkatársai a szombati múzeumok éjszakájára. Az intézmény főépületében délután 5 és éjjel 10 óra között várják a vendégeket. Mások mellett kézműves foglalkozásokkal, különleges tárlatvezetésekkel, melyek az épület eddig nem látott részeibe engednek betekintést, és tűzzsonglőrök is érkeznek a helyszínre. Emellett a Vármegyeházán, a Babics házban és az Irodalomházában is éjszakai nyitvatartással várnak mindenkit a szakemberek. Finom illat járt át a Mözsi Művelődési házat, ahol a kelt kalácsot ünnepelték a helyi németség tagjai. Már 7. alkalommal szervezték meg a fesztivált, teret engedve a régi mözsi hagyományoknak. Tolnaváros német nemzetiségi önkormányzata 2015 óta szervezi meg a fesztivált, ahol a helyiek megosztatják egymással a receptjeiket és ápolhatják a hagyományaikat. A keltésztek mellett néptánccal és népdalokkal várták az odalátogatókat. Két helyi kórus, illetve a paksi német nemzetiségi tánccsoport zárta a műsort. A fesztiválon a civil szervezetek mözsi specialitásokkal készültek és adományt gyűjthettek. 7 évvel ezelőtt rendeztük meg először ezt a rendezvényünket, mert hogy ez még ma is egy élő hagyomány, és szerettünk volna ennek egy ünnepét, vagy egy fesztivált rendezni. Mindig kulturális műsorral kezdünk, ahogy az idén is. Az óvodásokon és az iskolásokon kívül a Papper Duo lép fel, a helyi két kórusunk, a mözsi és a tolnai kórus énekel, illetve a paksi német nemzetiségi tánccsoport zárja majd a műsorunkat. A rendezvény fő célja a régi hagyományok felelevenítése volt. Minden ünnepre, nagyobb eseményre, de a hétköznapokon egyaránt elmaradhatatlan volt a kelt kalács. Én is hoztam a lekváros kipliket, kókuszos tekercset, mert azért kicsit haladunk a korral is, meg egy hagyományos úgynevezett pecsa kalácsot, egy szilvás lepényt, aminek a kelt az alja, és egy ilyen szilvás mákos teteje van. A német kulturális rendezvények több apropója van. A dalok és a tánc mellett a polgármester a kelt karács szerepéről beszélt. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon találó rendezvényt talált a Német Nemzetiségi Önkormányzat, mert a kelt kalácsot tényleg mindenki ismeri, és az egész világon talán mindenütt sütik is. Én azt gondolom, hogy minden lehetőséget meg kell találni arra, hogy őrizzük a hagyományainkat, zenéinket, táncainkat, meséinket, gasztronómiánkat, és nagyon köszönöm, hogy vannak olyanok a településen, Mözsön és Tolnán, akik ezt meg is teszik. Vasárnap délután a rendezvény végére a kelt karácsok az utolsó falatig elfogytak. Regionális híreink következnek. Átvilágíthatatlan átvilágítók, elszámolások nélkül kellett volna rábólintani 100 millióra. Nem áll le az előkészítés, a baranyai közlekedési fejlesztésekről beszélt a szakpolitikus. Nehéz gépek kőtörő, nyílt hetet tartottak a Bükkösdi bányában. Elszámolások nélkül teljesítésigazolások hiányában kellett volna elfogadnia a Pécsi Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az úgynevezett átvilágító ügyvédeknek kifizetett 100 millió forintot. Ez derült ki a hétfői ülésen, ahol nem ment át az előterjesztés, és kötelezték az önkormányzat pénzügyi osztályát, hogy adja át a dokumentumokat. Az átvilágító ügyvédek teljesítés igazolásait, elszámolásait hiányolja a Pécsi Pénzügyi Bizottság elnöke a testület hétfői ülésén. Ekkor tárgyalta volna a szakbizottság ezt az előterjesztést, azonban semmilyen hivatalos dokumentumot nem csatoltak a jelentéshez. Nagyon cinikus előterjesztést kapott a bizottságunk, aminek az lenne a feladata, hogy ellenőrzi az önkormányzat pénzügyeit, ugye ez is a neve. Ezért bekértük azt a sokat emlegetett 4 éve lefolytatott átvilágítási jelentés halmazt és azokhoz kapcsolódó számlákat, kimutatásokat, hogy kiderüljön, hogy mire költött a baloldali városvezetés 100 millió forintnál is többet a pécsi adófizetők pénzéből. Egy darab számlát, egy darab szerződést nem adtak, nem bocsátottak rendelkezésünkre. Így kellett volna jóvá hagyni a város pénzügyeit ellenőrző bizottságnak a 100 milliós kifizetést az átvilágító ügyvédeknek. Egészen felháborító, és még egyszer mondom, cinikus, hogy ezeket a közérdekű adatokat és információkat, aminek minden pécsinek jogában kéne, hogy legyen, hogy ezekkel rendelkezzék, ezt 4 éve dugdosság titkolják a pécsiek elől, ezért aztán a bizottság nem így zárta le az ügyet, hanem felkérte a városvezetést, hogy
egy hónapon belül minden iratot bocsásson a rendelkezésünkre, hogy meg tudjuk állapítani, hogy szabályszerűek voltak-e ezek a megbízások, azoknak a kifizetése, illetőleg, hogy milyen tényleges teljesítés volt e mögött a 100 millió forintos kiadás mögött. A bizottság MSZP-s tagja az átvilágításról nem, hanem egy másik erőterjesztésről akart beszélni. Ez az elmúlt időszak, illetve az előző városvezetés ügyvédi díjait összegezte. A kimutatásban az önkormányzatnak a költései szerepelnek, illetve a nagyobb önkormányzati társaságoké, konkrétan 5 céget emel ki ez a jelentés. Azt látjuk egyébként minden egyes esetben mind az önkormányzatnál, mind a gazdasági társaságoknál, hogy 2017-18-19-ben jóval nagyobb volt a költés, mint 20-21-22-ben, az arány majdnem duplája. Tehát nagyon jelentős volt a megtakarítás, illetve az alacsonyabb költés az ügyvédi díjakra az elmúlt 3 évben, mint a korábbi években. Ez azonban nem magyarázza meg, hogy az átvilágításnak nevezett folyamatban az ügyvédi díjakat mi alapján számolták el, és mi került 100 millióba, hangzott el a bizottsági ülésen. A témáról várhatóan a keddi közgyűlésen is vita várható a képviselők között. Folyik a Mohácsi Dunahíd előkészítése, így nem állt meg a folyamat, mondta Pécsen kérdésünkre a Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára. Nyúl Zoltán kiemelte, hogy az M6-os autópálya hiányzó szakaszának megépítése, illetve a Mohácsi víziút fejlesztése további fejlődési lehetőségeket hoz a Dél-Dunántúlnak. Mi lesz a Mohácsi Dunahíddal, a baranyai közlekedési fejlesztésekkel? Erről kérdeztük a Pécsre látogató helyettes államtitkárt. Nyúl Zoltánt a Nemzeti Reprodukciós Központ átadóján kérdezte stábunk. A helyettes államtitkár elmondta, hogy nem állt le a beruházás, mint ahogy néhányan értelmezik a kiadott hírt. Az előkészítésének a folytatásáról szólt ez az aktuális tájékoztatás. Ugye ez nagyon jó hír, hiszen előkészítés nélkül ugye nincsen kivitelezési fázis, úgyhogy ez az, amit konkrétumként akkor ilyen módon meg tudok erősíteni. Ami egyébként a hidak és az utak viszonyában fontos, pozitív példa, hogyha itt ugye a térségben nézzük, akkor nincs messze a Pakskalocsai Dunahíd, amelyiknek ugye a jövő évi átadása lesz majd egy nagyon komoly előrelépés ugye a dunai átkelések sorában. Az autópálya hiányzó 20 kilométeres része megépül, így a horvát oldalon is elkezdődhetnek a munkálatok. Így új lehetőségek nyílnak meg a térség előtt. Mohács pedig fontos központja lehet a térségnek, mondja Nyúl Zoltán. Ezek a beruházások a lehetőségek kiaknázásában segítenek nagyon sokat. Ugye, hogyha Mohácsot nézzük, akkor a víziút, ugye a Duna Európa egyik legfontosabb víziútja, még minden nemű korlátozásokkal együtt is, ugye nagyon komoly potenciál van benne. Ugye Mohácsnak ezáltal a gyorsforgalmi út kapcsolata is megteremthető lesz majd ugye a következő időszakban, és hogyha ez így megtörténik, akkor a vasúttal, a közúttal és a kikötői kapacitás megteremtésével ugye egy olyan komoly logisztikai potenciál valósul meg, amelyik azt gondolom, hogy hosszú évtizedekre meghatározza pozitívan Mohács város fejlődését. Ezzel együtt pedig a Dél-Dunántúl fejlődését is szolgálják ezek a beruházások. Ezeket pedig támogatja a kormányzat, mondta a helyettes államtitkár. Nagy sikerrel és rekordszámú résztvevővel zárult a Holcim Magyarország Kft. Bányalátogatási nyílt napsorozata. Az esemény során az érdeklődők mások mellett betekintést nyerhettek a bükkösdi kőfejtő mindennapjaiba. Markolóval rakják a kibányászott követ és agyagot a teherautó rakterébe a bükkösdi kőbányában. A munkafolyamatot érdeklődve figyelik a gyerekek a helyszínen. Nyílt napokat tartottak az üzemben június 12-e és 17-e között. Tudtunk nézni a járműveket, és itt van Magyarország egyik legnagyobb ilyen munkajárműje. És hogy itt bemutatóztak, meg hogy nagyon tetszik a gyerekeknek, meg elmagyarázzák, hogy ez hogy működik, meg, és akár még ilyen munkájuk is lehet. Mondja 10 éves Martin, a kőbányából a feldolgozás után a királyegyházi cementgyárba szállítják a kitermelt anyagot. A nyílt héten ezt a folyamatot akarták megmutatni. Megmutatjuk a mészkőbányászat folyamatát, mert ugye itt 80-20%-ban bányásszuk a mészkövet és az agyagot. Ugye ezt nagy munkagépekkel a törőkbe szállítjuk, ahol apróra törjük, és egy automatizált gépsor segítségével a királyegyházi cementgyárba vasútvonalon szállítjuk. Ezt láthatják az érdeklődők, ezen körbe megyünk a folyamaton, természetesen a biztonsági szabályok betartása mellett, hiszen arra nagyon ügyelünk, lehet mondjuk most nem működnek a gépek, úgyhogy nyugodtan bárki megnézhet bármit, abszolút nyitottak vagyunk erre.
Itt tölték be a kürtőbe a kibányászott anyagot, majd az irányító központból ellenőrizve itt kerül az örlőbe a mészkő. A kész örlemény ezen a hosszú futószalagon kerül a tehervagonokhoz, amik Királyegyházára szállítják a bánya terméket. A nyílt héten mintegy 300-an voltak kíváncsiak a munkafolyamatra. A gyerekek pedig a nagyméretű gépeket közelről is megismerhették. A Bükkösdi kőbányában évente 1,4 millió tonna mészkő és agyag kitermelésére van lehetőség. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Ingyenes, szórakoztató és tartalmas felügyelet júliusban indulnak az Erzsébet táborok Szekszárdon. Veszélyes lehet a nyári pihenés, fontos megfogadni néhány tanácsot a rendőrség szerint. Hangverseny Gunarason, a Kapos Kórus a Szent Gergely kápolnában adott koncertet. Keltkalács Fesztivál, minden a hagyományos sváb ételről szólt Tolnamozson. Szerdán folytatódik a kánikula sok napsütéssel, füllett idővel. A délután előbújó felhőzetből eleinte csak elvétve, főként északkeleten és északon valószínű zivatar kialakulása, de megvan a veszélye heves felhőszakadással, jéggel is kísért gócok előfordulásának is. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!